De mielőtt belevágnánk az efézusi levélbe, hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Áldott légy, Urunk Istenünk, a világ királya, Te, aki az első perctől fogva beszélő viszonyba álltál az emberekkel, és milyen jó az nekünk. Az első dolgot az volt, hogy megáldottál bennünket. A másik dolgot az volt, hogy elmagyaráztad nekünk, hogy miért vagyunk a Földön. Mi a tennivalónk itt a Földön. Sőt, a harmadik dolog az volt, hogy még azt is elmondtad, hogy mit együnk. És így összeállt a kép. De köszönjük azt, Urunk Istenünk, hogy amikor az első emberpár hátat fordított neked, Te nem vonultál félre. Te nem mentél el, hanem maradtál beszélő viszonyban velünk, és így van az, hogy mind a mai napig a kezünkben ott lehet a Te igéd, az igazság. És Urunk, meg kell vallanunk, hogy bár a Te beszédet nem olyan bonyolult, de a mi fülünk rossz és a szívünk rest. Ezért kérjük, segíts nekünk Szent Lelked által, hogy meg is érthessük hozzánk szóló üzenetedet. Az Úr Jézus nevébe kérjük. Amen. Akkor lapozzuk fel Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levelét. A Károli fordításból fogok olvasni egész héten, mert belefáradtam abba, hogy minden második magyarázatban azt kellett mondani, hogy az új fordítás azt mondja, hogy, de igazából nem ezt írja Pál apostol. Tehát ezért inkább a Károli fordítást olvasom a mai napon. Az első 14 versével fogunk foglalkozni, ugye van egy köszöntés, és utána a harmadik verstől a 14. versig Pál apostol egy mondatban dicséri az Istent a következő képen. Pál, Jézus Krisztus apostola, Isten akaratából, az Efézusban levő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban, aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ megteremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, szeretet által. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad, Jézus Krisztus által, az ő akaratának jó kedve szerint. Kegyelme dicsőségének magasztalására, amelyel megajándékozott minket a ma szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnök bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint, melyet nagy bőséggel közölött velünk minden bölcsességgel és értelemmel, megismertetvén velünk az ő akaratának titkát, az ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban, akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek a ma szent lelkével, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltatására, az ő dicsőségének magasztalására. Pont. Csak mondom. Egy mondat. Azt mondják, hogy a farizeusok között volt ilyen divat, hogy amikor imádságot mondtak, igyekeztek arra, hogy egy mondatban elmondják a lényeget. És azt is mondják, hogy aki nem ebben az irányzatban nőtt föl, az biztos, hogy az imádság harmada után teljesen elveszíti a fonalat. Tehát, ha elveszítetted a fonalat, nem baj,
Valószínűleg nem nőttél föl farizeus családban, de Pál apostol igen. És amikor írja ezt a levelet, börtönben ül. Tehát nem az emberek között van elsősorban. Ugye, aki sokat emberek között van, az tudja, hogy érthetően kell beszélni. Mérnök vagyok egyébként. Műszaki egyetemet végeztem Hollandiában, fizikát tanultam. És mivel a házasságkötésünk után 1996-ban azonnal nem küldtek el bennünket, egy évre tanári munkát vállaltam egy szakiskolában. Villanyszerelést tanítottam, elsősorban az elméletét, szerszámismeretet, mérési ismereteket, matekot. Hát, az volt a nagy változás. Tehát ahhoz képest Budapestről Tolna megyébe költözni semmi. De egyetem után szakiskolába tanítani, hogy többé nem szabad olyan szavakat használni, amelyek négy szótagnál hosszabbak, és minden óra elején, vagy legalább minden hónapban egyszer újra elmagyarázni, mi a különbség a feszültség és az áram között. Az asszonyok, otthon beszéljétek meg a férjetekkel, ugye? Mert az így biblikus. Ha így emberek között van az ember, akkor tudja, hogy érthetően kell beszélni, rövid mondatokban, és akkor lehet, hogy a másik is érti. Egy tanítványom volt, aki az év végén sem tudta, mi a különbség az áram és a feszültség között. És ugye most a mérnökök nevetnek, mert ők tudják, hogy abból baj lesz. Igen. Pál apostol börtönben van. Többet beszél Istennel, mint emberekkel valószínűleg. És ugye Isten tudja követni ezeket az imádságokat is, bár soha nem volt farizeus, legalább nem tudok róla. És Pál, amikor írja ezt a levelet, vagy lehet, hogy lediktálja, dicsőítéssel kezdi. Ez az első mondat, amit felolvastam a harmadik verstől a 14. vers végéig, az egy dicsőítés. A dicsőítés az az, amikor elmondom Istennek, hogy ő kicsoda nekem. Ahogy ugye az utolsó énekünk is ilyen dicsőítés volt. Te vagy a szívem királya, tiéd mindenem. Méltó vagy rá, hogy érted, éljek. Ez a dicsőítés. Ez más, mint hálaadás. A hálaadás az, hogy köszönöm, hogy kaptam valamit. Köszönöm, hogy csináltál valamit. De ha nem vigyázunk, akkor a hálaadásban egy idő után többet beszélünk arról, amit kaptunk, mint arról, aki adta. Az nem dicsőítés, az hálaadás. Az is egy szép dolog. Egyetemi éveim alatt az egyik kiskörvezető azt mondta egyszer bibliatanulmányozás előtt, hogy tartsunk most olyan imaközösséget, amiben nem szabad semmit sem kérni, hanem csak hálát adjunk. És semmi mást. Adjunk hálát mindazért, amit kaptunk az Istentől. Hát akkor is bajba voltunk. Olyan mindenkinek eszébe jutott egy-két dolog, aztán 5 perc alatt körbe értünk, aztán kell még valami? Hát hogy lesz ebből valaha is 15 perces hálaadás? Szerintem most utólag azt gondolom még jobb a bajba lettünk volna, hogy ha azt mondta volna, hogy dicsőítsük az Istent imádságban 15 percen keresztül. Mondd el, hogy Isten kicsoda neked. Pál apostol itt azt teszi. Nem ad hálát, hanem ahogy kezdi, megáldja az Istent. Az nekünk egy kicsit furcsa ez a szóhasználat talán, de a zsidók elég sok imádságot így kezdtek el. Áldott légy, Urunk Istenünk, a világ királya. Tehát a baraha, az áldás, vagy görögül az eulógia, az azt jelenti, jót mondok valakiről.
Amikor ugye Isten bennünket megáld, vagy amikor a lelkész közvetíti az Isten áldását, akkor Isten jót mond nekünk, sőt, általában rólunk. És ugye Istennél az a különleges, hogy amit ő mond, az így is lesz. Ilyen egy áldás. Egy isteni áldás. Majd meg fogunk nézni a teljes mennyi áldást. És amikor az ember egyszerűen azt mondja el, hogy milyen jót lát az Istenben, akkor az ugyanaz. Az is egy áldás. Ugye, attól nem lesz áldottabb az Isten, úgymond, nem lesz szentebb, nem lesz több jó dolga. De ez a dicsőítés, hogy elmondjuk azt, hogy milyen jó dolgokat látunk mi az Istenben. De nem arról beszélünk, hogy milyen jó dolgokat látunk a saját kezünkben, hanem amikor Istenre gondolunk, akkor milyen jó tulajdonságai, milyen jó cselekedetei, milyen kegyelmes hozzáállása jut az eszünkbe, és azt mondjuk vissza neki. Ez a dicsőítés. Áldott légyen az Isten, ami Úrunk Jézus Krisztus Atya, aki, és utána jön a felsorolás, aki megáldott minket is, teljes lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. És az az áldás, amiről Pál apostol beszél, mindjárt meg fogjuk nézni, az az, hogy Isten milyen jó dolgokat mond el rólunk hívőkről. Ez itt az áldás. Milyen jó dolgokat kaptunk, vagy milyen jó történt velünk az Isten szavára. És ugye lelki áldásról van szó. Most itt az elején nem testi áldásról fogunk beszélni. A teljes testi áldást szerintem az Úr Jézuson kívül soha senki nem kapta meg, de a lelki áldásról fogunk beszélni. Sőt, a teljes lelki áldásról fogunk beszélni. Mi az a nagy jó, amit Isten elmond róluk? És ez az áldás, hogy az ige mondja, a mennyeiekben van. Istennél van eltéve. Nem a mi kezünkben, hanem biztonságban van az Istennél. De nem is arról van szó, hogy ez olyan áldás, amely valamikor lesz a miénk, hanem úgy van az Istennél, hogy annak a kezdete már láthatóvá válik az életünkben, itt a Földön. És erre nagyon nagy szükségünk van, hogy meglássuk a nagy áldásnak az elejét, hogy arra építeni tudjunk, hogy ez megerősítse a hitünket, a jellemünket, a gerincünket. Majd a hét második felében az ellenszélről is fogunk beszélni. Szükségünk van arra, hogy lássuk a célt, meglássuk azt, hogy az egy biztos pont, egy biztonságos dolog. Egyrészt azért, mert Istennél van eltéve, és másrészt azért, mert annak a működése már látható a magam és a testvérem életében. És ez az áldás Krisztusban van. Ami azt jelenti, nem lehet Krisztustól külön megkapni. Az az áldás, amiről mindjárt beszélni fogunk, Krisztustól függetlenül nem kapható. Ha Krisztusé vagy, akkor a tied. Ha meg akarod kaparintani Krisztus nélkül, bajba jutsz. Mert ilyen lehetőség nincsen. Az egyik barátom arra 60-valahány évesen jött rá. Amikor azt gondolta, hogy nagyon szép vallásos életet élt. És amikor arról beszéltünk, hogy nem arról van szó, hogy te valamit próbálsz elérni az Istennél,
A keresztény hit éppen arról szól, hogy ami szükséges, azt az Úr Jézus már megtette, neked az a dolgot, hogy Krisztushoz találj. És akkor döbbent meg az ismerős, és azt mondta, hogy ő Krisztussal eddig nem tudott mit kezdeni. Mert ő azt gondolta, hogy mivel az Isten a Krisztus fölött van, a Krisztus kéz lehet hagyni. Nem lehet. Itt mondja az ige, hogy az az áldás, amiről beszélünk, a mennyekben van, és pedig Krisztusban. Arról később majd még részletesebben. De nézzük meg, hogy miből áll a teljes áldás. A teljes mennyei áldás. Mi minden jót mondott el rólunk az Isten. Én 6 dolgot találtam. Kicsit attól függ, hogy hogyan osszuk be a dolgokat. De én 6 dolgot találtam. 2 a múltból. 2, amely a jelenünkről szól, és 2, amelyek még várnak ránk. Az első az, az áldás első lépése, az ott van a 4. versben, ahol Pál apostol azt mondja, hogy Isten kiválasztott minket magának, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte. Most ugye fejbe kell tartani, hogy az áldás jó dolog, amit Isten mond rólam. És itt kiválasztásról beszél az ige. Ahogyan Isten kiválasztott magának egy helyet, hogy ott épüljön az ő temploma. Egy bizonyos hegyen van. Nem más hegyen. Isten választotta ki. Nem a legmagasabb hegy volt az. Nem is a legegyenesebb csúcs. Hanem Isten egyszerűen azt mondta, hogy na, az ott jó lesz. Ott legyen az én templomom. Vagy ahogy Isten kiválasztott 12 apostolt, akit magához hívott, hogy utána elküldje őket. Nem azért, mert ők voltak a 12 legokosabb ember Palesztina földjén, az Úr Jézus idejében. Nem. Nem azért, mert ő eleve nagyon iparkodtak, de nem engedték be őket a teológiára, bár nagyon szerettek volna. Nem. Az Úr Jézus egyszerűen azt mondta, hogy te, gyere vele, és emberhalást csinálok belőle. Mi? Én? Te. Na jó. Ez a kiválasztás. Isten hív, gyere. Gyere, csinálj valamit. Gyere hozzám, mert lesz dolgot. És a hangsúly itt a feladaton van. Isten szólt nekünk, hogy legyünk szentek és fedhetetlenek ő előtte. Ez az áldás első része. Isten bennünket is tud valamire használni. És valami nagyon furcsa dologra akar bennünket használni, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk. Mi én? Szent? Fedhetetlen? De nem vagyok az. Persze, hogy nem vagy az. Majd leszel. Péter sem volt apostol, amikor az Úr Jézus elhívta, de majd apostol lett belőle. Sőt, az Úr Jézus megadta Péternek azt, ami a saját életében nem történt meg, legalább nem olvastunk róla. Péter prédikál egyet, és 3000 ember megtér. 3000! Egy csapásra. Az Úr Jézus életében volt ilyen? Nem volt ilyen. Jó, 5000 ember kapott ebédet. Nem, vacsorát. Aztán 4000 ember is kapott vacsorát.
De nem olvasunk arról, hogy 3000 ember megtért volna. Miért? Mert Péter jobban tudta hirdetni az igét, mint az Úr Jézus. Hát nem. Nem. Hanem azért, mert az Úr Jézus úgy gondolta, jobb lesz, ha Péter mondja. Ugye nem tudjuk, hogy ez miért van. Jézus úgy döntött. És ezért van ez így. Az Úr Jézus szól nekem, legyél szent és fedhetetlen én előttem. Hát, akkor meg lesz. Ha ő mondja. Ugye, ez az első áldás. Szólt! Nekem! Második áldás. Ötödik vers. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által. Ugye az egy dolog, hogy Isten hív engem, gyere, csinálj nekem valamit. Volt már ilyen főnököm is. Gyere, csinálj valamit. Az egy dolog. Az áldás következő része az, hogy Isten azt mondta, a fiam vagy. Ugye ugyanúgy egy kimondott szó, ha bonyolultan akarom mondani, jogi aktus. Isten azt mondja, légy a fiam, nem szolga többé, mert a szolga nem tudja, mit csinál az Ura, hanem légy a fiam. Az Úr Jézus Krisztus által Isten háztartásának, Isten családjának a tagja lehetek, mert ő szólt, és én hallottam az ő hangját, és igent mondtam arra, amit ő mondott nekem, arról is később fogunk még beszélni. Megváltozott a kapcsolatom az atyával, mert ő akarta. Mert ő mondja. Ez történt a múltban. Mindenkivel, aki most hívő. Ezért lehet az Istent megáldani. Akkor lépjünk tovább, és nézzük a jelet. A hetedik versben azt mondja, akiben van, a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Ha az áldás körül maradunk, akkor itt a bűnbocsánatot kell kiemelnem. Mert a bűnbocsánat az az, hogy adósa vagyok az Istennek, de ő elengedi nekem. Adósa vagyok Istennek, elsősorban azért, mert nem azt teszem, amit ő kér tőlem. Még ha igyekszem is, mindig van valami híja. Mindig van benne valami csavar. Ő hívott engem, hogy csináljak valamit, sőt, azt mondta, a fiam vagy, és amikor próbálom tenni azt, amit ő mond, csetlek, botlok, rájövök arra, hogy nem megy. És Isten ezt elengedi. Azt mondja, jó, nem baj. Akkor ezt hagyjuk. Kösz, hogy elmondtad. Mondd el legközelebb is, ha valami nem sikerül, vagy segítek. De az a tartozás, az már ki van fizetve. Óriási áldás a mindennapi életben. Este az Úr elé leborulni, és újra hallani, újra megérteni azt, hogy bár még mindig nem tettem azt teljesen, tökéletesen, amit Isten kért tőlem, de ha elmondom, hogy hogy sikerült, akkor a tartozást, a hiányt ő elengedi. Sőt, lehet, hogy be is pótolja. Talán érdemes erről holnap a kis csoportban beszélni. Hogy amikor én azt gondoltam, hogy ezt most pestiesen mondom, teljesen elcsesztem, akkor az Úr valamit kipótolt, és kiderült, hogy így is volt jó. Abból is tudott valami jót kihozni, bár tudom, hogy mást kellett volna. Érdemes holnap a kis csoportot
kis csoportban erről beszélni, hogy volt-e ilyen az életedben. Jó ilyeneket hallani egymástól is. És a jelenben a 9. vers ad nekünk még biztatást, megismertetvén velünk az ő akaratának titkát, hogy az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybe szerkeszt magának mindeneket a Krisztusban. Isten elmondott nekünk egy titkot. Az a negyedik áldás, vagy az áldás negyedik része. Isten elmondott egy titkot nekünk. Minden nap látjuk azt, hogy ez a világ nincs rendben. Nem úgy működik úgy, ahogy kéne. Mindig valami baj van. Nem állnak össze a részek. Normális egységgé. És a mennyi áldás része az, hogy Isten elárult egy titkot. Nem lesz ez mindig így. A Krisztusban ő újra egyé szerkeszti a világot, amely most ugye száz felé megy. Ő gondoskodik arról, hogy Krisztusban összefogjon a teremtett világ, és ott, ahol a Krisztus van, ott már jobban mennek a dolgok. Most is lehet látni. Ahol Krisztus a fő, egy családban, egy gyülekezetben, hogy ott inkább egy irányba mennek a dolgok. Vagy talán úgy kellene mondani, jobban a jó irányba mennek a dolgok, mint ott, ahol nem az Úr Jézus az Úr. Itt, a bűnbeesett világban, ebből csak valamit látunk, a kezdetét látjuk, de a titkot elárulta nekünk. Majd lesz olyan világ, ahol minden újra úgy működik, ahogy Isten akarja. Majd látni fogjuk később, hogy erre a biztatásra, erre a reménységre nagyon nagy szükségünk van. Mert vannak ellenerők, akik éppen arra törekszenek, hogy inkább szétfoljon a világ. És ne álljon össze áldott egységgé. De Isten mondta, hogy lesz. Hát akkor lesz. A jelenben mondta el nekünk. Ezt a jelenben kell megértenünk. Ezért soroltam ezt az áldást még a jelenhez. És két dolog jön még. Mennyi áldásnak a részei, amelyek a jövőről szólnak. 11. versben. Ő benne, akiben vettük is az örökséget. Vettük az örökséget. Az örökség nagyon fontos szó a Bibliában. Alapvető szó. Örökség az az, amikor Isten az Ószövetségben minden zsidó családnak adott egy földet. Egy darab földet. Ez a tied, a te családodé. És örökön-örökké a családodé is lesz. Igazából nem is adhatod el, csak ami termel, azt adhatod el. Ha eladod a földet, igazából nem, most nem is a földet adod el. Mert kié a föld? Hát az Istené. A 4. évben visszaszáll, az 50. évben visszaszáll a családra, mert ez örökség. És ilyen örökségünk van. Egy hely el van téve nekünk, ahol majd igazából a lételemünkben leszünk. Van nekünk egy örökségünk. Van egy nekünk fenntartott hely. Az új földön, ahol majd látjuk, hogy hogyan állnak össze a dolgok, egy áldott egységé az Úr Jézus vezetése alatt. És ott van egy hely, nekem, és nem lesz örök csendesít. Feleségem gyerekkori rémálma, hogy azt mondák, hogy a mennyország az olyan, mint egy örök vasárnap. És akkor milyen a pokol?
Fogunk ott is valamit csinálni. Lehet, hogy egy-két ember azért kap egy kis átképzést. Édesapám rendőrtiszt volt. A rendőrökre nincs szükség. Az biztos. Nem tudom, mit fog csinálni. Churchill azt mondta, hogy hát, az az igazság, hogy az első 15 ezer évben megyek horgászni, aztán majd meglátjuk. Hát nem volt igaza? De van nekem egy hely. Krisztusban vettük is, azt mondja az apostol, már vettük az örökséget. Egy kicsit látunk ebből az egészből, amikor itt a Földön megtaláljuk azt a helyet, amelyet Isten fenntart nekünk, hogy ott szolgáljunk neki. És nekünk ez a hely érdekes módon 1999-ben áttevődött Rotterdamból Budapestre, Ferencvárosba. Aztán az a hely 2009-ben tovább ment. És mi csak a helyünk után futottunk. Ugye, lehet azt mondani, hogy mi költöztünk le Tolnába. Nem mi költöztünk le. Az a hely, ahol Isten bennünket látni akar, leköltözött Tolna megyébe. Hát akkor mit tehetek? Minden Tolna megyi felnőtt azt mondja, hogy sík hülye vagyok. Mondja, onnan kell Budapestre menni. És onnan Hollandiába. De nem tehetek róla. Az én helyem pont fordított irányba ment. És nekem ott kell lennem, ahol Isten engem látni akar. Mert nekem az a jó. Majd fogunk még róla beszélni, hogy igazából ez a világon a második legveszélyesebb hely. De akkor is nekem ott kell lennem. És akkor adok néhány napot, hogy kitaláljuk, hogy akkor mi a legveszélyesebb hely a világon, de majd arra is lesz válasz. Ez a jövőről szól. Örökségem van. Az Úr Jézus megígért, hogy elkészíti a helyeket. És ha az övé vagyok, akkor majd meg fogom látni, hogy még ahhoz a helyhez képest is, ami itt az enyém, milyen jó lesz. És milyen testhez álló. És akkor lezárul a teljes mennyi áldás azzal, hogy az Isten megpecsételtetett bennünket szent lelkével. A Szentlélek a záluk. Mind ennek a záloga. Mivel működik bennem a Szentlélek, érzem, látom, ezért lehetek biztos benne, hogy amit eddig felsoroltam, az valóban így is van, és teljességében be fog teljesülni majd a feltámadás és az utolsó ítélet után. A Szentlélek, amely Isten szájából jött ki. Hát ha valami új szövetségi áldás, akkor az az. Hogy ugyanaz a Szentlélek munkálkodik bennünk, külön-külön, minden hívőben, akkor az Úr Jézusban is munkálkodott. Ilyen nem volt az Ószövetség alatt. Ilyen csak most van az Új Szövetség alatt. És majd az Újföldön látni fogjuk, hogy az mit jelent, amikor már nincs is ellenállás. Ahol már nincs se bűn, se sátán, se semmi rossz. A zálog megvan. Így kiemeltem ebből az egy mondatos imádságból csak azokat a dolgokat, ahol Isten valami jót mondott rólunk. Jót mond a hívő embernek. Gyere, csinálj valamit. A fiam vagy. A hiányosságok ki vannak pótolva. Lesz egy tökéletes világ. Ott neked is van helyed.
és adom a lelkemet, hogy már most tapasztald meg, hogy az milyen jó. Ezzel áld meg bennünket az Isten. Ennyi jót mondott a hívő emberekről. Ezért méltó ő, hogy dicsérjük. Amen.